A programot az Esterházy Károly Egyetem rendezvénytermében a Bartók tér 4 szám alatt tartják meg november 7-én. A HKIK ingyenes buszjáratokat is indít Gyöngyösről, Hevesről és Pétervásáráról. A menetrendről az allásbörze.hkik.hu/ingyenes/buszjáratok honlapon lehet tájékozódni. A rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy támogassa a munkaadók és munkavállalók könnyebb egymásra találását. A fiataloknak diákmunkát, gyakornoki pozíciókat kínálnak, és várják az aktív korúakat is, mondta el a program sajtótájékoztatóján File Sándor, a HKIK gazdaságfejlesztési igazgatója. Több száz állásajánlat lesz elérhető ezen a napon, döntően az ipar területén, feldolgozó ipar területén, ebbe beleértendőek a betanított munkától kezdve a szakmunkán keresztül a mérnök pozíciók is, logisztikától kezdve informatikán át az iparra fókuszálva, de megtalálható lesz itt turizmus, vendéglátás is, valamint élelmiszeripar is. A helyszínen segítenek az önéletrajz megírásában, valamint gyakorolni lehet az állásinterjúkon való szereplést is. Személyes tanácsadással várják az érdeklődőket, és lesznek interaktív előadások, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legtöbben találjanak számukra megfelelő állást. A foglalkoztatási főosztály képzéseket is kínál, a rendezvény a területi operatív fejlesztési program foglalkoztatási paktumok keretében valósul meg, tehát november 7-én kedden.